Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Német nemzetiségi rendezvény, emlékműavatás Nagymányokon. Cél a szakképzés népszerűsítése, pályaorientációs családi nap Szekszárdon. Labdarúgó torna Faddon, alsós gyerekek küzdöttek meg egymással. Angyalok a völgység szívében, előadás sorozat Bonyhádon. Emlékművet avattak Nagymányokon a német ajkú elhurcolt és kitelepített lakosok emlékére. A rendezvényen Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is nyomatékosította az esemény fontosságát. Engländerné Hock Ibolya, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke is felszólalt az avatáson. Megemlítette, milyen meghatározó esemény volt, amikor január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánították 2012-ben, hisz ez még ma is sokakat érint. Alig van család, akit ne ért volna az egyik vagy a másik csapás. Számomra is mindig az emlékezés jegyében telik a január 19-e, és ez a mai nap is, amikor emlékművet avatunk. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet minden népcsoport fontosságára, valamint hogy a lényeges emberi értékekre helyezzük a hangsúlyt. Ki tesz a közösségért? Ki akarja azt, hogy közös hazánk Magyarország sorsa jobbá váljon, és az ország egy olyan ország legyen, amely a nemzetiségekre számít? Gut Anikó, a nagymányoki német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, mindig időszerű az emlékezés, így az emlékműavatás is. A nagymányoki német nemzetiségi önkormányzat tervei között hosszú idő óta szerepelt egy emlékmű állítása Nagymányokon, amellyel emlékeket állíthatunk őseinknek a nagymányoki német ajkú elhurcolt és kitelepített lakosoknak. A rendezvény az emlékmű koszorúzásával ért véget. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pályaorientációs tevékenysége kiterjesztéseként április 20-án idén első alkalommal tartja meg Hello Tavasz, Szia Szakma pályaorientációs családi napját a Szekszárdi Vásártéren. A projektben a szervezet szakmai együttműködő partnere a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A pályaorientációs napról közös sajtótájékoztatót tartott Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja, és Beréti Zsolt, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A cél egy olyan majális jellegű program megvalósítása, amely a családok minden generációját megszólítja, játékos, szórakoztat, ugyanakkor segít az érdeklődések, képességek, lehetőségek felmérésében. A mi 8 iskolánk mindegyikeként lesz, a Déli Agrárszakképzési Centrum 2 iskolájaként lesz. Mi olyan programokkal készülünk, ami nem bemutató jellegű, hanem VR szemüvegek, lézerlövészet, robotprogramozás, robotokkal játék, különböző szimulációs eszközeink vannak, például vasutai berendezéseket szimulálunk, akár egy váltókezelést, akár egy mozdonyvezetést tudunk szimulálni. Közel 20 duális képzőhely is vállalta a bemutatkozás lehetőségét. A duális partnereink készülnek különböző egyéb dolgokkal, mint például hoznak autót, amin majd kerékcsereverseny lesz, vagy festeni lehet, és ez a festés ez most nem egy hagyományos vászonra történő festés, hanem különböző szobafestési technikák, vagy akár falfestési, fafestési technikák jelennek meg, de megjönnek a szépésztanulóink is erre a napra, ahol arcfestés lesz, gyerekek is kipróbálhatják mindezt egy kicsit a fodrászkodást, a sminkelést. A közlekedés biztonság érdekében a Talmácsi Minimotor program is ellátogat a rendezvényre. Beréti Zsolt kiemelte, nagy mértékben fontos a szakképzési centrummal való együttműködés. És azt gondolom, hogy amellett, hogy a hétköznapokban nagyon sokat dolgozunk, akár a felnőttek, akár a tanulóknak a duális képzésében, az mellett ez a rendezvény például pontosan arról szól, hogy azok a kisgyerekek is, akiknek van valami elképzelésük a jövőjükről, nézzék meg azt, hogy ez a valóságban mit jelent. Én például mozdonyvezető akartam lenni 8 évesen, és most lehet, hogy ki is fogom próbálni ezt a VR szemüveges mozdonyvezetős történetet. Az elnök hangsúlyozta, számukra közös küldetés, hogy a szakképzés presztízsét visszaszerezzék. Az egy évtizedes probléma, hogy a szakképzést úgy állítottuk be, mintha a szakmunkások a szakképzésben
résztvevők, azok a dolgozók, akiknek szakmájuk van, mintha ők nem lennének valamiért olyan értékesek a piacon. Most lehet látni ennek az eredményét, amikor egy szakembert keresünk, és amikor nem találunk egy olyan könyvest, aki nem tud függőlegeset meg vízszinteset építeni. Most látszik azt, hogy ennek a képzésnek egyébként milyen hátrányai voltak az elmúlt időszakban, és ezért tartjuk egyébként közösen fontosnak a szakképzési centrumon azt, hogy ezt a presztízst visszaépítsük. Az eseményt a szervezők hagyományteremtő szándékkal kívánják megrendezni. Kinyulladt egy elhagyatott háromszintes irodaépület tetőszerkezete pénteken az esti órákban. Az esethez nagy erőkkel vonultak 4 település hivatásos és Nagymányoki önkéntes tűzoltó egységei. Összesen 38-an dolgoztak a lángok megfékezésén, ehhez 5 vízsugarat szereltek, de bevetették a vízágyút is. Közel 5 órás megfeszített munkával sikerült a lángokat megfékezni és megakadályozni a tűz tovább terjedését a közeli erdős területre. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat helyszíni szemlét folytatott le, ez alapján vizsgálják a tűz keletkezési okát. Szombaton a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület tagjai önkéntesei a lovas pályát építették, szépítették az idei versenyekre. Délután a Mözsi Német Nemzetiségi Klub és Koncni Anna szervezésében kicsik és nagyok tojásfát díszítettek a Szent Háromság szobornál, így készülve a húsvétra. A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megrendezte a műszaki mentőverseny vármegyei fordulóját Dunaföldváron. A megmérettetésen a Vármegye 3 hivatásos és egy főállású létesítményi tűzoltóságának 6 fős csapatai mérték össze tudásukat. A felmenő rendszerű verseny legjobbja az áprilisi országos próbatételen, amelynek házigazdája szintén Dunaföldvár lesz, képviseli majd Tolna Vármegyét. A versenyfeladat egy szimulált közlekedési baleset felszámolása, amely egy sérült sofőr biztonságos kiemelését és ellátását is magába foglalta. A képzeletbeli dobogó tetejére a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság csapata állhatott fel. Második helyen a szekszárdi hivatásos tűzoltók végeztek, a bronzérmesek a Paksi Atomerőmű létesítményi lánglovagjai lettek. Megrendezték az első tavaszi labdarúgó tornát Faddon. A kupán alsós gyerekek több környékbeli településről mutatták meg tudásukat. A megmérettetésen Fad mellett részt vettek tolnai és bagyiszlói fiatalok is. A labdarúgó torna ötlete tavaly novemberben fogalmazódott meg a szervezőkben. A faddi csapat minden évben szerepel a Tolnai Széchenyi István Általános Iskola által rendezett egészségkupán, ez adta az inspirációt. Általában ezek a gyerekek már azért jó ismerik egymást, hiszen nem csak ezekről a kupákról, hanem más egyéb kupákról is, mint például a Bozsik Fesztivál, ugye fogunk egymással még találkozni, ők már nagyon jó ismerik egymást, és azért nagyjából ugyanazok az eredmények szoktak születni, olyan nagy meglepetés szerintem nem lesz. A gyerekek nagyon szeretnek egymással küzdeni, edzeni. Fontos, hogy versenyhelyzetbe kell őket hozni. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak a támogatóknak, akik ma nagyba hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a labdarúgó tornát le tudjuk bonyolítani. Szeretnék köszönetet mondani a tankerületi központnak, hiszen ők ugye nagyban anyagiakban is támogattak minket. Szeretném megköszönni ugye az iskola vezetésének a sok segítséget, kollégáknak, szülőknek, gyerekeknek egyaránt, akik a mai nap sikerességéhez úgy gondolom, hogy hozzájárultak. A kupát a Faddi Gárdonyi Géza általános iskola otthon tartotta, 10 pontot szereztek a mérkőzések során. Szerintem nagyon jók voltunk, az utolsó perc, az a gól, az nagyon jól jött. A faddiak középpályása kiemelte, az ő pozíciójában szükséges védekezni és támadni is. Nagyon jó volt, eddig szorosak a meccsek is, tök jó ez a nap. A hazai a kapusát a csapattársak is méltatták. A kapu számára a legfontosabb szerintem az, hogy jól védjen, legyen jó a kesztyű, legyen jó tapadós, mert még hogy a hátsó védelem is jó legyen. A Tolnai Vosinszki Mór általános iskola végzett a második helyen. Nagy László védőként erősítette a gárdát. Ne engedje a labdát átvinni, ne engedje őket gólt lőni, és minél jobban védekezze, meg tolja ki őket. A tavaszi labdarúgó kupát idén először rendezték meg, azonban a szervezők bíznak benne, hogy nem ez volt az utolsó ilyen alkalom.
Elkészült Fagy nagyközség fejlesztési struktúrájának egyik legfontosabb beruházása az úgynevezett sertéstelepi út teljes felújítása. A közel 300 millió forintos pályázat keretében a korábbi szűk, egysávos közlekedés megoldódott a szakasz kiszélesítésével, így a teljesen új aszfalton két autó is kényelmesen elfér egymás mellett. A beruházás nem csupán a gazdasági tevékenységet végző gépjárműveket segíti, hanem minden forgalomban résztvevő közlekedését, aki ezt a szakaszt használja. Budapesten rendezték meg a Junior Achievement diákvállalkozások versenyét. A 25 diákvállalkozás különböző ötletekkel készült a vásárra, ahol a neves jűritagok egész idő alatt tesztelték az értékesítési technikákat, a kommunikációt, a marketinget és a dizájnt is. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola csapata kitűzőket készített, a bevétel jelentős részét a Szekszárdi Kutyamenhely támogatására fordítják. A tanulók a zsűritől megkapták a kiosztott 4 elismerés közül a kiemelkedő együttműködés díját. Egy győzelemmel és egy vereséggel távozott a Tolnai Vitálsport és Szabadidő Egyesület lány röplabda csapata Leányfaluról. A fiatalok a MÁV előre fehér csapatát 3-1 arányban múlták felül. Herczig Gábor, az együttes edzője elégedett volt a csapatmunkával. A másik találkozón a Tolnai Gárda a DKLSNB ellen nem tudott szettet hozni, így 3-0-ás vereséget szenvedett. Projektzáró konferenciát tartottak Bonyhádon. A rendezvényen az Angyal Hívó Egyesület eredményeit mutatták be, valamint előadásokat tartottak a szakemberek. A szervezet 2005-től segíti és támogatja a rászoruló családokat. Küldetésük közé tartozik a gyermekek felzárkóztatása, esélyegyenlőségük elősegítése. A nagycsaládosok, a fogyatékkal élők, a kisebbségek felkarolását vállaltuk magunknak. Első körben a helyi szinten próbáltuk ugye ezeket a társadalmi problémákat kezelni. Aztán rájöttünk arra, hogy nem csak azon a településen, ahol éppen jelen van a szervezet, ott van szükség a segítségünkre, így a kis térségben szinte minden településen megfordultunk már valamilyen programunkkal. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán működési költségekre, valamint programok megvalósítására van lehetőség. Ennek a NEA pályázatnak van most az évzárója, illetve ugye a záró konferenciája. Ennek apropójából gyűltünk össze. Fontosnak tartom, hogy néha leüljünk és számot vessünk arról, hogy mi mindent csináltunk az önkénteseinkkel, mi mindent tudtunk megvalósítani. Szeretek mindig egy kis pikantériát belevinni a programjainkba, így előadókat is hívtam. Úgyhogy nagyszerű előadók lesznek a mai nap itt jelen, akik nagy-nagy szerencsémre kettő közülük oktatom is volt a főiskolán, úgyhogy imádom is őket hallgatni. Remélem a megjelenteknek is tetszeni fognak a programok. Évről évre több célt tűznek ki maguk elé, mivel bővül az önkéntesek száma. Az elmúlt években, hát összeszámolni se tudom, hány programunk volt és hány rendezvényen voltunk jelen. Ez a jelenlegi NEA program, ez igazából 3 alappillérre épült, ami számunkra fontos volt: közösségépítés, közösség aktiválása, a digitális világgal való megismertetése a hátrányos helyzetű családoknak, így köztük az e-sportot, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és ezt a nevelésünkbe, a programunkba be is iktattuk, illetve ugye hosszú távú célunk a társadalmi integráció elősegítése. Kitanics Márk, klinikai pszichológus, a csoportdinamika sajátosságait mutatta be. Az előadások több témaköré szerveződnek, de alapvetően összekapcsolható az összes előadásnak az anyaga. Gyakorlatilag a csoportban való működést, a csoportok különböző fajtáit próbáljuk meg megközelíteni, mégis melyiknek milyen előnye, milyen hátránya van esetleg, illetve próbáljuk propagálni annak a lehetőséget, hogy mennyire protektív tényező tud lenni egy csoport, egy család, vagy bármi olyan közösség, amely egy kicsit felkarolja, támogatja és érzelmileg telítetté teszi a szemeit. A csoportfolyamatok kivételes teljesítményt váltanak ki, amelyek hatással vannak a tagokra. A csoportdinamika megfelelő alkalmazása pozitív eredményeket hozhat a működésben. Szekszárdon 40 éves hagyománya van annak a versenynek, amit az Első Béla Gimnázium már 20. éve rendez meg, Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék néven. A középpontban az informatika állt. Amennyiben leesik, le lehet esni ilyen alsó szintekre a játékban, innen vissza kell jutni annak érdekében, hogy újra próbálkozhasson. A diákok pályázatokkal nevezhettek, amiknek elemei különböző tudományterületekről származtak. Műszaki, művészeti, de az animáció és a grafika is megjelent.
Hajós Éva, az intézmény igazgatója beszélt a verseny fordulóiról. Egy előzsűrizés van, informatikai szakemberek a beérkező pályamunkákról döntenek, hogy kik azok a diákok, akiknek a pályamunkái végül itt a szekszárdi döntőben március 21-22-én megmérettetnek. Több hónapig, akár évekig is eltart egy projekt elkészítése, de az a találkozó így is nagy népszerűségnek örvend. Összességében 137 pályamű érkezett egy szerverünkre, és azután hát videófelvételeket is kellett készíteni arról a pályázóknak, hogy működik a program, és hogy hogyan készítették, és ebből a 135 pályamunkából aztán 70 pályamunkát hívott be a zsűri. Ez összesen 85 pályázó diákot jelentett. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság 20 éve társszervezője a rendezvénynek. Képes Gábor, a zsűri elnöke és a társaság ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a produktumok évről évre nagyon magas színvonalat képviselnek. Nagyon sok érdekes kategória van, amelyben lehet indulni. A megépített automatától kezdve az applikációkig, és hát aki 20 éve részt vesz a verseny zsűriében, mint én például, az gyakorlatilag kap egy áttekintést arról, hogy hogyan fejlődik az informatika. Az esemény nemzetközi jellegéből adódóan angol nyelvű bemutatókkal is készültek külföldi tanulók. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Részt vennének a pécsi döntésekben, bemutatta polgármester jelöltjét a Mi Hazánk mozgalom. Önálló lakhatás és 1%. A fogyatékos fiatalok otthonára kérik a felajánlásokat. Motorsport. Talmácsi Gábor járt Balatonbogláron. Polgármesterjelöltet, illetve képviselőjelölteket is állít a Mi Hazánk mozgalom Pécsen. Elérhető célként 2-3 helyet jelöltek meg a közgyűlésben a pénteki tájékoztatójukon. A párt a harmadik utas politikáját követné a pécsi városházán is. Arra hívom fel a pécsi emberek figyelmét, hogy az egyetlen út, a harmadik út a Mi Hazánk mozgalom, amely tiszta emberi értékek mentén valódi változást tud minden településen elhozni, és szerencsére szerte az országban sok helyen ott vannak a jelöltjeink. Így van ez Pécsen is, ahol dr. Sándor Zoltán a polgármester jelöltje a Mi Hazánk mozgalomnak. Így ajánlott a pártját és a pécsi polgármester jelöltjét a Mi Hazánk mozgalom pártigazgatója péntek délelőtt. Dr. Sándor Zoltán orvosi diplomával rendelkezik, farmakológus. A városvezetői posztért ő indult 2019-ben is. Akkor még ugye nagyon induló pártként nem volt igazából nagy esélye, hogy bele tudunk szólni a politikában. Talán most már úgy 5 éve elteltével és megerősödve, ugye vannak már parlamenti képviselőink, és számos helyen már az önkormányzatban is jelen vagyunk, talán itt is el tudunk érni valamit. Továbbra se hiszem azt, hogy én lennék itt a polgármester, tehát az nem reális, de azt szeretnénk, hogyha legalább 1-2 képviselővel a közgyűlésbe be tudnánk jutni. Most amennyiben bejutunk a közgyűlésbe, akkor nem szándékozunk sem jobbra, sem balra csatlakozni semmilyen frakcióhoz, tényleg egy ilyen harmadik utas politikát szeretnénk folytatni. A jelölt arról is beszélt, hogy a közvetlen demokrácia eszközeivel élne a város napi életét érintő ügyekben. Fő célunk lenne talán nekem, hogy a polgárokkal együtt kormányozzuk a várost, tehát mindenféleképpen ilyen konzultációs jellegű kérdéseket föltennénk a polgároknak. Tudom, hogy ez van, ugye a Döntsön velünk a bal oldalon, illetve most a Fidesz is szeretne ilyen a nemzeti konzultációhoz hasonló konzultációt indítani, de megint én úgy érzem, hogy a kettő egymás mellett el fog beszélni, ahelyett, hogy egyet indítanának a pécsiek, és konkrét kérdésekben a polgárok véleményét megkérdezni. Gazdasági fejlődés kell Pécsnek, ezt segíteni kell mindegyik politikai oldalnak, ezt mondja a Mi Hazánk mozgalom polgármester jelöltje. Előre kell lépni, most már látható, hogy Szegeden is óriás beruházások vannak a kormányzattal együtt működve, ezekből nem maradhat ki Pécs sem. Tehát mindenféleképpen Pécsnek magát Szegedhez, Debrecenhez és egyéb ilyen megyei városokhoz kell mérnie, mennyi pénzt tudott behozni, mennyi munkahelyet tudott teremteni, és hogyha ezeket meglátjuk, lehet, hogy jól teljesítünk, ezt én nem mondom, én nem vagyok jelenleg a közgyűlésben, de az a gyanúm, hogy ez esetleg nem megfelelőképpen működik, és igen, ilyenkor a
mind a jobb oldalnak, mind a bal oldalnak együtt kell a kormányhoz elmenni, és a kormányjal együttműködve a pécsieknek az életét hát előrébb mozdítani. A párt kiemelt figyelmet akar fordítani a közbiztonságra is a Baranyai Vármegye székhelyen. A Mi Hazánk egyébként mind a 17 pécsi körzetben indít képviselőjelöltet, sőt, megyei listát is állítanak, derült ki a pénteki tájékoztatójukon. Elkészült a fogyatékkal élő, de önálló életvitelre képes embereknek szánt lakóotthon a pécsi Berek utcában. A Kerekvilág Alapítvány pályázati forrásból alakította ki a támogatott lakhatást biztosító épületet. A házban 12 lakónak jut önálló ingatlanrész. Azt kérik most az adózóktól, hogy az SZIA-ból adható 1%-os felajánlásukkal segítsék a lakóotthont. Ez az a lakóotthon a pécsi Berek utcában, ahol fogyatékkal élő, de önálló életvitelre képes fiatalok lakhatnak. Az intézmény elkészült, a lakók beköltözés előtt, alatt vannak jelenleg. Szeretésem ott a kerekesszékes vagyok, és egy óriási lehetőségnek tartom ezt a lakóotthont, mert a Kerekvilág Alapítványt nagyon régóta ismerem, és mivel kis létszámú lakóközösség van szó, ezért remélem, hogy egy családias, barátságos lakóközösségbe fogok tudni önálló életet élni. Nekem ez egy nagy lehetőség kipróbálni magam, mire megyek. És ezzel is, mivel szüleim idősek, ezek is szerettem volna egy olyan helyre költözni, hogy őket is tehetmentesítsem. Összesen 12 személyre készült az önálló lakhatás segítő otthon. Aki ide költözik, annak munkája is van, hogy tudja fedezni a saját ellátását, tudtuk meg a helyszínen. A Kerekvilág Alapítvány szeretné még szebbé tenni a lakók életét, ezért kéri, hogy aki teheti, adója 1%-ával támogassa őket. Ezek a szemben dolgoznak az alapítványnál, ugyanúgy segítik az alapítvány mindennapi életét, mint én vagy a gyógypedagógus, vagy a gazdasági vezetőnk, vagy akár a mai kollégánk, és én már az itt fognak lakni. 1%-ot ad a gyűjtünk, hogy esetet ott, ahol esetet a lakóépületet ott, ahonosába komfortosabbá tegyük, és nagyon szeretnék egy közösséget kialakítani az itt lakó fiatalok között. Szeretnék az épület körüli területet füvesíteni például az 1%-os felajánlásokból, illetve olyan közösségi helyet kialakítani, ahol a fogyatékkal élő fiatalok jól érezhetik magukat együtt a barátaikkal. A motoros sport népszerűsítése és a biztonságos közlekedés elsajátítása a célja annak a programnak, amelyet Talmácsi Gábor és csapata viszel általános iskolák alsó tagozataiba. A gyerekek kipróbálhatják az elektromos motorokat, illetve egy épített tesztpályán végig is kerekezhetnek. A motorozás alapjaival ismerkedtek a Boglári Általános Iskola alsó tagozatos diákjai. Emellett egy épített bringapályán a biztonságos kerékpározással is megismerkedhettek a gyerekek. A program tavaly óta fut a világbajnok motoros segítségével. Az előző évben 3000 gyerek volt nálunk ebben a programban, sok program különböző részeiben, és hát az a cél, hogy minél több iskolába el tudjunk látogatni, és tudjuk ezt a programot üzemeltetni. Egyrésztről azért, mert minél nagyobb a merítés, annál több lehet a versenysportban is, ugye a motorozásban, ahol még a szakágat választhatnak a gyerekek, tehát ebből még mehet a motocross, az enduro, bármilyen irányba. Ugye, mi preferenciánk az a gyorsasági motor, a MotoGP és a Superbike, ugye mindig azt keresem, hogy hogyan tudnak az új fiatalok eljutni oda, ahol én jártam már. De a mindennapi közlekedés
azt gondolom, hogy azért nem lehet eleget tenni, minél többet kell tenni. És látjuk azt is, hogy ugyan a szülők úgy engedik el a gyermekeket, hogy tudnak kerékpározni, azonban van egy olyan tapasztalat, hogy A és B pont között lehet, hogy tudnak kerékpározni, de amikor egy ilyen közlekedésbiztonsági kresszparkot építünk, akkor azért látszik, hogy ki az, aki valóban tud kerékpározni. A gyerekek között sokan mind a kerékpárt, mind az elektromos motort szeretik. A bicikliben az a jó, hogy a takásmágon vannak abban akadályok a versenyben, pedig a motorban az a könnyű, hogy csak húzod a gázt, aztán amikor kanyarodik el, akkor visszahúzod a gázt. A Boglári Általános Iskola diákjai már nem először vesznek részt a programban. A biztonságos közlekedés, a KRESZ ismerete pedig a pedagógusok szerint nagyon fontos, éppen ezért minden ilyen lehetőséget szívesen kihasználnak. Nagyon sok gyerekünk közlekedik kerékpárral, és éppen ezért most egy kis reklám, mert a KEVE programban is bent vagyunk, ami azt jelenti, hogy a rendőrséggel, a fonyódi rendőrséggel vagyunk kapcsolatban, és két hetente jönnek hozzánk az első-második évfolyamban közlekedést tanítani a gyerekeknek, viszont itt elsőtől negyedik évfolyamig van, és ennek nagyon-nagyon örülünk, mert mozgáskoordináció, önfegyelem, főleg a motorozás, ugye azt, hogy egymást megvárjuk, hogy vigyázunk a másikra, meg természetesen saját magunkra. A tervek szerint a tanév végéig még legalább 100 általános iskolába szeretnék eljuttatni a programot. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Német nemzetiségi rendezvény, emlékmű avatás Nagymányokon. Cél a szakképzés népszerűsítése, pályaorientációs családi nap Szekszárdon. Labdarúgó torna Faddon, alsós gyerekek küzdöttek meg egymással. Angyalok a völgység szívében, előadás sorozat Bonyhádon. Kedre meleg front érkezése várható, délkeletire forduló és ismét felerősödő széllel. A délelőtti napsütést egyre több felhő szűrheti, illetve estére vastagodó felhőzet sodródhat az ország fölé. Eső csak éjszaka esélyes, akkor is kevés helyen kis mennyiségben lesz szemerkélés, enyhülés kezdődik. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezzünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!